Harjom, szeretettel üdvözöllek téged. Mai alkalommal a badrászanát, vagy másik nevén Badha Kónászanát, magyarul a cipészpószt fogjuk kielemezni. Itt lesz velem most is Kovács Nóra, jogoktató társam, is segít majd bemutatni a gyakorlatokat, megint a felvételről, kitartásról, eszközökről, rávezetésekről fogunk beszélni, sok-sok hasznos információt fogsz hallani a videóban. cipészpóz, egy ülő, csípő, nyitó gyakorlat, a comb belső részét, a comb közelítő izomcsoportot nyújtja, de egyébként nem csak az izmokra hatnak ezek az álszanák nagyon fontos, hanem a merence has szerveire is, az életeni hatásokat majd el tudod olvasni a honlapon, most fókuszálunk a gyakorlati részre, tehát ülő álszana, ezért az ülő csontokon ülünk, a merence az alap, ezért arra kell először figyelni. Hogyha a cipészpóz esetében kicsit kötöttebb a csípő derekad, és azt érzed, hogy mindig így hátra billen a merencé, de akkor nagyon jó segítség lehet az, hogy ráülsz egy emelvényre. Jelen esetben szerintem ez a legjobb egy blokk. Nórit megkérem, hogy nekem háttal legyen a kamerának oldalt, és akkor megmutatjuk, nyugodtan gyere, vedd magad alá a blokkot. Így, hogy ráülünk. Hogyha a blokkra ráülsz, akkor segíted azt, hogy a merenc egy előre felé billenjen. Alapjáraton is, amikor ülő vagyunk, picit előre billentjük a merencét. Az a jó, hogyha eléred azt, hogy a két ülőcsontod közepén, az ülőcsont ugye ülő, ö,

alakú csont. Tehát annak van hátsó része, középső része, előső része. Amikor ülünk, akkor a középső részére kéne ráülni. Tehát akkor annyira előre billentett, hogy a törzs súlya közepén legyen, illetve a kerescsönt merőleges legyen a talajra. Hogyha ez megy, mert elég laza a derek a csípőd, akkor nem kell blokk. De nagyon sok embernek azt látom, hogy kell blokk. Tehát meg kell emelni a merencét, ha te is ilyen helyzetben vagy, akkor tedd meg. És akkor innentől kezdve már nagyon jól tudsz nyújtózni a fejtetővel fölfelé. Emelkedsz most jó, Nóri, így jó a fejtartás. Az arc a te Előre előrefelé néz, és a váll finoman hátra húz, lapocka hátba simul, szecsönt kiemelkedik, és miközben a melkas, a fejtető emelkedik fölfelé, a két láb, a térdek, a combok süllyednek lefelé. Olyan, mintha lábad lenne a megfeszített íhúr, a törzsed gerincet, pedig az ívessző, ami abban van. És akkor ez egy ilyen kitágító erőt ad, vagy érzetet. Jó, fordulhatunk előre felé, ezt kivesszük. Tehát akkor megmutattuk, hogy tartás esetén milyen jó rávezetést tudsz alkalmazni. Most újra felveszi Nóri a pózt. Itt ugye az van, hogy a gáthoz közel van a sarok. Nem kell, hogy hozzáérjen. Bár léteznek olyan nagyon-nagyon laza emberek és vékony emberek, hogy ez megtörténik, hogy a sarok a gáthoz ér, akkor tegye meg. Egyébként meg csak közel van. A talpak együtt vannak, vagy pedig szétnyílnak. Mutasd így is, úgy is. Tehát ugye ez, amikor szétnyílik a tap, mutatom én is neked, hogy lásd, és akkor ez, amikor együtt van. Valamelyik tradíció így, valamelyik úgy tanítja. Hogyha szétnyílik a tap, és a külső lábéleket erősen egymásnak tolod, akkor az segíti a csípő nyitást sokkal inkább. Ha együtt tartod a nagy lábúj akkor az egész lábszárnak csípőnek ad egyfajta tartást ez a póz. Tehát nem tudom, hogy te hogy szoktad csinálni, lehet így is, úgy is, hogyha engedett szétnyíl a lábad, akkor akkor nem kell külön semmi rávezetés, hogy ez együtt maradjon. Ha viszont együtt akarod tartani, akkor lehet a kézzel segíteni. A kezed többféleképpen tarthatod. Összekulcsolhatod így az ujjakat, hogy egymásnak simulnak a tenyerek. Lehet úgy, hogy az ujjak tényleg összekulcsolnak, és akkor így tartod össze. Ez is lehet egy mód. Még olyat is szoktunk csinálni, nem tudom neked, megye, nem muszáj röltetni, hogy az összes új és a kézúj lábúj összekulcsol. <laughs> és amikor ez megvolt, akkor ezután, ops, nekem ez nem akar bemenni, de megvan, ezután teszed össze a lábad és tartod. Tehát ilyen kéztartás is van. Van, ahol azt tanítják, hogy nyomd össze a nagy lábúj tövet és kapaszkodj a nagy lábújba, és akkor ezt megtartva húzd ki magad. Tehát látod, többféle tartás van, ezek közül mind választhatsz, mm, vagy csak engeded szétnyílni a talpad. Olyan lehetőség is van, hogyha a kezed nem elég erős, hogy hevedert, teszel rá a lábfejedre. Ezt lehet, hogy most az én lábamon megmutatom, nem a Nórin, majd Nórit úgyis másokba be fogom vonni, <laughs> most pihenhet. Amikor ráteszed a hevedert így, akkor a csatt az majd a két lábfej között legyen, tehát ne a csontos bőrös részen, hanem itt a kettő közötti térbe legyen, és akkor nézd, a heveder hurka megtartja a lábfejedet, és akkor te közben tudod nyitni a csípődet. Tehát ez is lehet akár egy rávezetés. Ups. Egyébként a póznál általában a lábfejet fogjuk meg, mindegy, hogy most nyitotta -e a talp, vagy nem, és akkor így hajunk előre. De ha nyitott a táp, vagy hogyha messze van a lábad, és nem éred el a lábfejet, akkor nyugodtan a lábszára is ráfoghatsz, hogy a bokádra így, ahogy mutatjuk neked. De lehet, hogy ezt csak, hogy Nóri szemben mutatja, én meg rizsútosan, és akkor így is úgy is látod. Jó? Tehát különböző fogások vannak. Ez az alapverzió, hogy így ülünk. Aki már lazább a csípője, és akarja még jobban nyitni, olyat is csinálhatunk, hogy a lábfej alá teszünk blokkot. Megmutatod, Nóri? Te oldalt, vagy szemből, én meg oldalt. Tehát, hogy nem a feneked alá, a merencéd alá teszed az emelvényt, hanem a lábfej alá, ezért pár centire föntebb emelted. Na most se a nórnak, se nekem ez amúgy szerintem nem kell, <laughs> mert nekünk még az alapfejzőből se ér le a tombunk. Ez annak izgalmas, aki már annyira laza, tudod, hogy már eleve lesimul egy a lába, nincs hova nyújtani a csípőjét. Na ebben az esetben nyugodtan megemelheti a lábát, mert akkor ő még tudja negatívba vinni a lábát. Tehát ez nagyon laza embereknek ajánlott igazából, hogy így megemelje lábfejét, úgyhogy mi kivesszük, <laughs> mi még nyújtjuk majd a, 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 a combunk belső részén. Ami még nagyon jól segít, Nóri, te maradhatsz ott, nem kell mozdulni, hogyha nem tudsz egyenesen ülni, hogy fallak támaszkodsz. Most képzeld el, hogy a szekrény az egy fal. Itt is működhet az, hogy közben ráülsz az ülőcsontodba a blokkra, és úgy ülsz a falhoz, és az egyenes tartást megsegíteni. Tehát ez járható út lehet. Ez az alapverzió, amit most csinálunk, de hajoljunk előre és mutassuk nekik. Lehet olyat is, hogy előre hajolsz a cipészpusz közben, ilyenkor nagyon billented a merencét előre, olyan, mint az ülőcsont hátra csúszson, a csípőlapát előre. Gátizmarad finoman megtartott hasadat behúzod. Most se a Nóri, se én nem tudunk lehasalni, <laughs> úgyhogy mi megállunk itt. De egyébként lehetne a végpozíció az, hogy letesz a fej, de nem úgy tesz le a fej, hogy így, hogy most én megtudom, mert így nézd a tartás, hanem nyújtózkodó gerinc mellett igazából ráhasalunk a lábfejre. Ha neked megteheted. Meg a fej az mindig a gerincoszlop ívén van a fejtetővel együtt. A könyök többféle helyen lehet. Lehet úgy, ahogy a Nóri mutatja meg, ha mutatom én is, hogy a lábszár előtt van. És a könyöködet Karodat neki a lábszárnak, és abból is tudod így előrefelé húzni a szedcsöntodat, fejtetődet, erőt adva. Akkor lehet úgy is, nincs te is csináld így, hogy ráteszed a combodra, vagy a lábszáradra a könyöködet, és lefelé nyomod a lábad, nyitva a csípőt. Tehát így is lehet a kéz. A harmadik verzió, hogy előre kinyújtod a kezed, és, és akkor rátapasztod a tenyeredet a talajra, és akkor onnan veszel erőt, és hajolsz előre felé. Tehát ezek a kéztartások mind játszhatnak, amelyik Neked kényelmes, azt tudod uh, alkalmazni. Picit kijöhetünk, Nóri, picit mozgasd át a lábad! Oh, de jó! <laughs> jobbra balra, billencsd át! Így... Uh, a halításnál akkor tényleg figyelj arra, hogy a gerince hogy Nagyon sok előrehajló álszanát felvettünk, neked volt ülő és álló, azokat a videókat majd nézd meg, ez volt a pascsimottán álszana, után álszana, vagyis a páda hasztászana, Ott elmagyaráztam az előrehajlás gerinc működését, majd azt itt alkalmazd, amikor a cipész pluszből előrehajolsz. Most viszont mutattunk páros gyakorlatokat is, amiket én nagyon Szoktam szeretni. Núri, ülj arccal erre az oltár felé, és kicsit gyere a közepére, a matrac közepére, hogy én hátra tudjak menni. Uh. Itt nagyon érzékenyek kell lenni, mikor páros gyakorlatok van szó, és a nyújtás segíti a segítő, akkor a segítőnek nagyon érzékenynek kell lenni, illetve kell kommunikálni egymással, jelezvén, hogy sok vagy kevés a dolog, nehogy túlnyújtsuk az emberünket. Hiszen magától a gyakorló el tud menni aktív mozgáshatárig, de segítővel át tudunk menni ezen, elérve a passzív mozgáshatárt. Viszont azt már nem szabad túllépni. Többféleképpen segíthetsz neki. Lehet az, hogy a csípőnyitás támogatva mögé jössz, és kezeddel nyomod a combját finoman lefelé. És akkor így tartjuk a pózt. Ez lehet egy ilyen segítség. A Nórinál nem fogom megcsinálni, annál lehet, akinek már éppen hogy leér a lába, hogy ráállsz. Most nem fogok ráállni, csak imitálom, megtámaszkodnék a kezemmel, ráállok egyik lábammal, majd ráállok másik lábammal, és a testem súlyát ráengedem. De ezt hangsúlyozva akkor csinál, csak ha haladó jogás vagy, tudsz kontrollálni, Tudott kontrollálni mozdulataidat, és elég laza a társad. Egyébként nem állsz rá a társadra, mert szokadást okozhat. Így. A másik, amit csináltunk, hogy Nóri előre ahogy tud, én megvárom, hogy ő felveszi, és segítőként én két dolgot tudok csinálni. Egyik a merence billentés segítem, hogy a kéztövemmel nyomom előre a kerescsontot, de amúgy nyomom lefelé is a kerescsontot, és a hát, ahol van a domborulat, oda leteszem a kezemet, kéztövemmel nyomom előre lefelé. És a kezemben van egy ilyen széthúzó erő is, meg egy ilyen lefelé előre toló erő is. Ezeket így egyszer érvényesítem a tenyerem alatt, és akkor segítem az ő hajlását és csípőnyitását. Jó? Így ilyet tudunk csinálni. Amit még csinálhatunk, most gyere, kicsit húzódj hátrafelé, hogy segítőként én elé ülök. Itt azt fogom tudni csinálni, megint nagyon érzéssel, hogy a lábamat ráteszem az ő combjára, lábszárára. A lábammal tudom lefelé is nyomni a lábamat, nyitva a csípét, és tudom picit elfelé is tolni. Most én csak éppen, hogy nyomom őt, és hagyom, hogy ő mélyedjen. A gyakorló utána előre hajol, és jövünk al alkar alkarfogásba, amennyire tudsz gyere előre. Akár én hátrébb is hogy neki legyen helye. És akkor vagy azt csinálhatnánk, hogy én elkezdem őt húzni, és mélyítem a hajlást, vagy pedig azt csinálom, hogy nem én húzom, hanem odaadom a kezemet neki, hogy bele tud kapaszkodni, és ő saját magát húzza, ha kell, és akkor picit mélyíti az előre hajlást. És akkor ezzel a hajlást és a csípőnyítást együtt tudom segíteni. Jó, gyere vissza. Persze ez több légzési kitarthatod, hogyha jól esik tedd meg. Megint mozgasd át a lábad, Núria, hogy jól esik, és kicsit pihenj. Tehát akkor ez egy csípőnyitó gyakorlat, így tudunk menni hajolni, tudjuk a lábat mélyíteni, csak arra kérlek téged mindig, hogy óvatos légy. Még magadnak is tudod a lábadat lefelé nyomni, hogy így egyszer átámaszkodsz és tolad lefelé. Vagy picikét még rotálhatod is a lábadat, így hátra lefelé, segítve a csípőnyitást, és akkor így nyújtod. Meg azt akkor beszéltünk a lábtartásról, lábfejről. Igen, eszembe jutott még. Olyan is előfordulhat, hogy nem vagy laza, tehát kb. ilyet tudsz csinálni. <laughs> Sajnos nagyon gyakori, hogy ennyire kötött a csípő. Ezen esetben több, mint valószínűleg egy derék is kötött lesz, tehát akkor egyik alternatíva az, amit csinálsz ilyenkor, hogy megemeled a merencét ráülve egy blokkra. Aztán, amit még szoktunk csinálni, ha nagyon fönt van a láb, hogy a combot támasztjuk meg a lóról. Most megmutatom neked részletesen. Tehát rá tudsz szülni akkor blokkra, segíted már ezt. Illetve ha nagyon-nagyon a levegőben van a láb, és akkor próbálod sűjeszteni, ez lehet, hogy már nem is lazulást fog okozni a lágyéknál, hanem befeszülést. Ilyen esetben jó megemelni a lábszárat vagy combot. Ez ad egy stabil alapot a lábadnak, oda le tudod tolni a lábad, és ahogy letolod a lábad, sokkal jobban ki tudod nyitni a csípőd. Most én téglát adtam magam alá, mert ez volt kéznél, de egyébként ez lehetne egy összehajtott pléd, lehetne egy ülőpárna, vagy egy hengerpárna, amit ide betolsz, és akkor arra rátolva a lábarat sokkal jobban meg tudsz pihenni. Jó, ez lehet még egy ilyen dolog, és akkor minden ülő pozíciónál itt is figyelsz arra, hogy nyújtózkodik a gerinc aktív a törzs, a gerinc aktivitását meg a táldászanába már megmutattam neked, ott e, majd nézd meg abba a videóba. Ami még érdekes, az a szupta vadrászana, a cipészpóz is háton fekvésben, azt még mutassuk meg. Én eljövök innen, te tudsz ide csúszni. Aha, tehát cipészpózba leül a nóra, és akkor innen meg hátra fekszik. Ez azért lehet jó, mert például e, menszesz esetén ez nagyon jó. Segíti a természetes méregtelenítést, ürítést a mense alatt, ez a púz. Tehát például amikor gyertya állás van, vagy fényállás van, akkor a helyet szoktuk ajánlani gyakorlóknak, hogy csinálják ezt. Itt megint érvényes az, hogyha nagyon-nagyon fönt van a zombia, és feszül a belső zombia, akkor támasztjuk meg itt is a combot. Párnával, pléddel, vagy téglával, így alá téve, vagy az előbb is mutattam, és akkor nem fog feszülni a belső része. Ha nem feszül, akkor maradhat alátámasztás nélkül is a láb. És akkor ez egy nagyon jó pihenő pihenőpúz, mert kényelmes, mert a talaj tart, ezért hosszú ideig benne tudunk lenni. Viszont a csípőnyitó hatás is megvan, tehát az ülő badhokónászan a csípőnyitó életeni hatás az itt érvényesül. És a gyere, ülj föl. Az nagyon jó, tudatosan ült föl a Nóri oldalra, dőlünk és föl magunkat. Ez egy gerinc kímélő fölülés. <laughs> És még egy dolog eszembe jutott, hogy ha sokáig benne akarsz ülni a pózba, és akarod ténylegesen szépen kinyitni a csípőt, lazítani ezt a tájékat, akkor használhatsz hevedert a sima cipész vagy ezzel háton fekvő esetében is. Ezt lehet, hogy most magamon megmutatom, mert így valahogy gyorsabb lesz, hogy felveszed magadra hevedert úgy, hogy hurkot teszel. Heveder hátsó része az átvetül a derekon, az előső részét pedig átvezeted, lábfejeken. A heveder csatja megint a levegőbe van, tehát nem a combodon, nem a lábszáron, tehát nem csontos bőrös alapon, hanem levegőben. És akkor itt van a heveder szára, bármikor tudod szabályozni. És akkor a heveder, akkor ott van a derekon, és inkább a kerescsonton, mutatom oldalról is, meg hátulról is. Tehát megy így, végig, és aztán jön előre, és átvetheted a lábfejedet. És ez baromi jó, mert akkor a heveder tartja. És mert tartja a heveded a derekadat, hiszen Húz így előre felé téged ez a része. Ezzel könnyebben tudsz egyenesen ülni, és sokkal jobban bele tudsz nyílni a a alapúzba. És akkor ez a heveder tartás, csak most nem fekszek hátra, a szubta verzióban is nagyon jó. Még a szubta verzióban olyat is szoktunk csinálni, hogy henger fekszünk rá. Tehát hosszan el elfektetett hengerpárnára ráfekszünk, és ez egy nagyon jó relaxáló csípőnyító pozíció tud lenni. Na hát most nagyon sok alternatívát mutattam egyébként, még lenne, mert lenne több és több, de azt hiszem, ha ezeket már magadévá teszed, akkor nagyon szépen rá tudsz készülni az álszanára, és színesé tudod tenni a gyakorlásodat. Tehát akkor ezeket az eszközöket, rávezetéseket tudod használni. A felvétel az meg egyszerűen csak dandászonából történik: behúzod egyik lábad, másik lábad, és akkor már benne is vagy a pózba, illetve előre hajolhatsz, vissza Szoktuk sokszor úgy kompenzálni a pózt, hogy eldöntjük oldalra a lábat így, lenyújtjuk a külső combot, majd másik oldalra is. Vagy fölvehető a cipészpóz, utána a gumbukhászan a tehén arcpóz, mert az meg a comb külső részét fogja nyújtani. Oké, és oké. Ezeket szerettem volna megmutatni, Nórinak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és segített nekem, e és minden más leírás megtalálsz a Selfness Yoga honlapon, az Ászán Lexikon a lexikonba, illetve Facebookon, Youtube-on, Instagramon tudsz minket követni. Ha szeretnél még sok hasznos információt e hallani, akkor gyere kövess minket. Várunk téged, sok-sok szeretettel!